Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Tatabányai önkormányzata ebből az alkalomból ünnepi programsorozatot szervezett, melyre a határon túli testvértelepülések is meghívást kaptak. Így szőgyéni, szovátai és magyar-kanizsai delegációk is részt vettek a megemlékezéseken. Az ünnepség a Szőgyéni utcában a Szőgyénből kitelepítettek emléktáblájánál kezdődött. Éppen 4 esztendővel ezelőtt én magam is részese lehettem annak a döntésnek, amelyben a Magyarországgyűlés arról határozott, hogy Trianont nem elfelejtve, nem félretéve azt a szomorúságot, gyászt, amit Trianon hozott erre a nemzetre, erre az országra, de mégis a hosszú-hosszú évek után valami fajta önmagunkkal való megbékélés mellett döntve határozott arról az országgyűlés, hogy a jövőben legyen ez a szomorú emléknapunk, egyben a Nemzeti Összetartozás napja is. Ahogy szokták mondani, az emberek között is, az egyes emberek között is, a családon belül is, a legnagyobb bajban ismerszik meg, a barátság ismerszik meg, az egymás iránti elkötelezettség, az egymás iránti szeretet, és én azt gondolom, hogy ennek a nemzeti összetartozásnak pontosan ez az üzenete. A megemlékezés a Nemzeti Összetartozás terén álló emlékoszlopnál folytatódott, ahol Szováta képviseletében Molnos Ferenc és Magyar Kanizsa polgármestere Nyilas Mihály mondott beszédet. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk, és örülünk annak, hogy ünnepelhetünk. Hiszen egy nemzethez tartozunk, és ez most már ennek a napnak az ünneplésével is kiteljesedett, hiszen több éve már a Nemzeti Összetartozás napja június 4-e. Ez egy fájdalmas emlék másrészt, de gondolom nekünk túl kell tennünk mindannyiunknak itt, akár Magyarországon, akár határon túl a fájdalmon, és előre kell tekintenünk. Az ünnepi programok részeként a Kunidomokos Múzeumban megnyitották a Végletek című kiállítást, majd a Művelődési Központban Bencsik János országgyűlési képviselő is megtartotta ünnepi megemlékezését, ami után a Fehérlaposok című rockoperát is bemutatták a közönségnek. Az ünnepi megemlékezésről bővebb összeállítást jövő szerdai magazin műsorunkban láthatnak.